Volt egyszer egy feltaláló, egy nagy reggeliző, műzlit evett tejjel, mert az olyan reggelízű. Szeretett otthon lenni, de néha ki kellett mozdulnia egészségügyi sétára, a tagjait nyújtóztatnia. A reggeli műzlim számomra lételem. Hogy vigyem magammal a kedvenc ételem? Először gondolta, minek ez bonyolítani. Kivitt egy tányérral, de nem tudta megoldani, mert mire odaért, elázott és pépes, puha pelyhet talált az induláshoz képest. Pont azt szeretem benne, hogy ropog a fogam alatt. Mi lenne, ha külön készülne minden egyes falat? Összetevőkkel a hóna alatt elindult vidékre. Terepen készíthetem el a jó műzlit végre. De elhagyta a tányérját. Így rossz vége lett. A szájába mindent nem vehetett. Nem lehet még rá a megoldásra. Visszatért hát a tervező asztalára. Van egy jó ötletem. Maradjon száraz! A műzli a lényeg úgy is. De ha rászárítom a tejet, összeragad, és kész is a ropogós műzli szelet. Nagyon praktikus volt, mert zsebre tudta vágni. Ha megéhezett, csak előkapta, és elkezdett rágni. Egyszer csak meglátott egy arra szaladó kocogót. Elnézést, nem kér valami finomat és ropogóst? Az új találmányom hordozható műzlik. Köszi, de már van. Bocs, de itt valami bűzlik. Mondta, és tovaszaladt riadtan. Reméljük, hogy nem Feli miatt van. Ezt is feltalálták már! Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.